Szeretettel köszöntöm, és hát Festetics Györgynek az otthonában vagyunk itt Keszthelyen, és ha átgondoljuk Festetics Györgynek az életét, akkor azt látjuk, hogy nagyon sok olyan pont van benne, ami akár a mai korszakban is átgondolható lenne. És hát ön szinte mindent tud, vagy talán mindent tud Festetics György életéről. Festetics György 1715-ben született, nem Keszthelyen, de a birtokai központja Keszthelyen volt. Valóban ő az egész élete során az volt a célja, hogy a haza mindenek előtt, illetve a magyar kultúra, a magyar művelődés mindenek előtt. Élete első felében katonáskodott, a Gravenhuszár ezredben volt tiszt, de később összeütközésbe került. Hát a császári udvarral, mert írt több tisztársával együtt egy olyan feliratot a császári udvarhoz, hogy magyar katonák azok békeidőben maradjanak Magyarországon, és a vezényleti nyelvük legyen magyar, ne német legyen, és lehetőleg a tisztek is legyenek magyarok a magyar egységeknél. Hát ez óriási botrányt váltott ki, be is börtönözték, végül is ide Belgiumba tették, akkor Olaszországba parancsolták, végül is megunta, és úgy gondolt, hogy inkább leszerel és vissza költözik Keszthelyre, a birtokaira. Amikor ide érkezett Keszthelyre, akkor látta, hogy a birtokok ugyan nagyok, nagyon nagyok voltak ezek a birtokok, azonban nem voltak kellően és megfelelő módon kihasználva, illetve nem volt igazán jó a mezőgazdaságnak a milyensége itt az ő birtokain, és úgy gondolta, hogy ezt meg kell változtatni. Hát mi kell ehhez? Hát azt, amit aztán később az unokaöccse is leírt, kiművelt emberfőkre van szükség, ezért ő úgy gondolta, hogy iskolákat alapít Keszthelyen, de nem csak Keszthelyen, hanem például Csurgón is, ott protestáns gimnáziumot alapított, hisz akkor Somogyban egyetlen egy gimnázium sem volt, és akkor Keszthelyen bővítette apja által alapított gimnáziumot, és megalapította 1797-ben Európa első rendszeres mezőgazdasági felsőfokú oktatási intézményét. Ha csak ezt csinálta volna, akkor is hatalmas adományt adott a magyar művelődésnek, de nem csak ezt. Ő támogatta a magyar nyelvű irodalmat, támogatta a magyar nyelvű újságokat, támogatta a könyvkiadást, hisz az ő pénzén sikerült megjelentetni a Magyar Minerva könyvsorozatot, amely Magyarország első könyvsorozata volt. Rendkívül izgalmas az élettörténete Festetics első Györgynek, nagyon sok barátja és azért ellensége is volt. Hát tudva levő, hogyha valaki új dolgokat akar akkor bevezetni, akkor azokért meg kell harcolni. Természetesen nem szabad elfelejteni, hogy zeneiskolát is alapított Keszthelyen, tulajdonképpen a mai zeneiskolának az ősét. Az első keszthelyi nyomdát, Perger Ferenc nyomdáját is sikerült Keszthelyre csábítania, és itt tulajdonképpen azokat a kiadványokat nyomtatták, ami a gimnáziumnak kellett, illetve a felsőfokú oktatási intézménynek, a Georgikonnak, de hát természetesen a saját céljaira, a saját gazdaságának céljaira is nyomattatott. Az, hogy ő neki az élete elején, a fiatalsága elején egy nagyon hosszú katonai pályafutása volt, ez a szokásos fiatalok, nemesi fiatalok karrierje volt, hogy katonai pályára mennek és ott haladnak előre, vagy ez egy szükségszerűség volt, mert ahogy nézem az életét, azt látom rajta, hogy ő neki a háború nem volt kedvence, nem szerette ezt a világot, sokkal inkább szerette, hogy a béke időben építkezzünk, hogy felemeljük a nemzetet, hogy teremtsünk olyan dolgokat, amik a művelődést szolgálják. Az arisztokrata fiataloknak két útja volt, vagy jogász lett, vagy katona. Édesapja úgy gondolta, hogy jogásznak szánja gyermekét, hisz ő is tulajdonképpen
az volt, Mária Terézia kedvelt embere, Festetics Pál, de egy kicsit ellenkezett Festetics György édesapjával, és azt mondta, hát apám ezt akarja, akkor én elmegyek katonának. Nem igazán szerette a katonaságot, ezért voltak összetűzése is, de szinte egész Európát bejárta akkor a birodalomnak a hadseregében. Több de előtte még volt egy sikeres műszaki pályája is. Egy bécsi iskolában tanult, és nagyon-nagyon tehetségesnek tartották. És nagyon több nyelven beszélt, a bécsi Teréziánumban tanult, ott ismerkedett meg későbbi sógorával, Széchenyi Ferenccel. Szinte mindenben kiváló volt, ezt a korabeli levelek bizonyítják, tanárainak korabeli levelei, amit édesapjának írtak, hogy nagy öröm az ön gyermekét tanítani, mert rendkívül fogékony, és szinte minden területen kiválóan teljesít. De ő azért, ő inkább a természetesen, hogy ahogy mondták a tanárok, elég nagy területen jól teljesített, de azért ő inkább a művelődés, a nevelés ügy, az iskoláztatás ügyében, az irodalom, a magyar nyelv ügyében látta azt az utat, amit Magyarországnak meg kell tenni, még akkor is, hogyha egy birodalomnak volt egy része, de ő úgy gondolta, hogy Magyarországon beszéljenek magyarul, tanuljanak magyarul, ne felejtsük el, hogy Fejér György kanonok, történész, aki szintén keszthelyi volt, hát még korábban, mikor magyarul szólalt meg a gimnáziumban, büntetésből egy fatuskó hazacipelésére kényszerítették. Hát szóval ilyen idők voltak akkor, és Festetics György ebben nagyon keményen képviselte a saját véleményét. Akkor, amikor felszólaltanak érdekében, hogy a hadsereg magyar alapokon legyen, és hogy békeidőben a magyar katonák legyenek itthon, ennek mennyi volt a realitása, hogy egy ilyen beadványnak lesz eredménye, vagy az esélytelenek nyugalmával tette ezt meg, és számolt azzal, hogy ezzel vége lesz a katonai pályafutásának? Nem, ő többen voltak, és nem volt ez olyan eleve elvetett, vagy eleve halott dolog. Ne felejtsük el, hogy ebben az időben került a magyar korona Budára. Tehát volt egy ilyen időszak, amikor gondolhatták, hogy esetleg ez megvalósulhat. Festetics Györgynek sikerült ezután a levél után, vagy felszólalás után azért viszonylag egy hosszabb, rövidebb börtönnel megúsznia, de például az a tisztársa, aki tovább ment, azt a vérmezőn fejezték le. Ó, tehát hogy akkor nem csak egyszerűen vége lett a katonai pályafutásának, hanem még szerencse, hogy volt, csak igen, börtön. Igen, aha. Igen, igen. Úgyhogy tehát ez egy nagyon számára nem volt egy könnyű időszak. Végig, addig, amikor Keszthelyen volt, akkor is a titkos rendőrség ágensei folyamatosan figyelték, és jelentést tettek az udvarnak. Uh-huh. És amikor hazajött, először lehetett neki egy mély pontja, hogy most mindennek vége, most merre megy a világ, most mi lesz velünk. Ugye ez, hogy elvonult Keszthelyre és csendben élt, de aztán itt megszületett benne a gondolat, hogy itt helyben tehetne sokat. Mennyire voltak ebben társai? Mennyire volt ez nehéz dolog megteremteni mindazt, amiben ő belekezdett? Mert belegondoltam, hogy ez milyen rengeteg szervező munka, mennyi embert kellett összefognia, milyen jó lobbistának kellett lennie, amellett is, hogy mondjuk volt pénze, és bele tudta tenni a pénzét dolgokba. Ez a pénz, ez érdekes. Nem volt sok pénze. Szóval ezt nagyon nehéz megérteni nekünk, hogy egy hatalmas birtokokkal rendelkező arisztokrata pénzügyi gondokkal küzd. Hát most nem arról volt szó, hogy nem volt mit ennie, de valóban a birtokai elhanyagoltak voltak, voltak kintlevőségei, mármint a családnak, édesapjának is, és ezt teljesíteni kellett. Sőt, testvérei voltak, akik szintén szerettek volna itt egy részt ebből a birtokból. Végül őket kifizette, tehát egyedüli, mondjuk uralkodója maradt ennek a területnek. És utána lassan, de biztosan elkezdte felépíteni azt a Keszthelyt, azt a világot, amit ő megálmodott. Igen, valóban nem volt olyan nagyon
könnyű ezt megvalósítani. És ugye itt nem csak a könyvkiadásokban, az újságok támogatásában, hanem a helikoni ünnepségeknek a megrendezésében. Itt arról volt szó, hogy évente kétszer, februárban és májusban összehívta az agrárium tudósait, ez májusban volt, februárban pedig a dunántúli írókat, Berzsenyi Dánielt, ő az elsőn volt itt, Pálóczi Horváth Ádámot, Dukay Takács Juditot, és még sokan mások is itt voltak, és a diákokat is. Ezen a helikoni ünnepségen már az akkori keszthelyi diákok részt vettek, a Georgikon hallgatói, részt vettek a gimnázium hallgatói, a zeneiskola is fellépett, és ők például verseket, mármint a gimnázium és a Georgikon hallgatói verseket, saját verseket szavaltak, együtt Berzsenyivel, Dukay Takács Judittal, Kazinczy Klárával, szóval ez egy fantasztikus élmény lehetett számukra is. Belegondolok abba, hogy ő ezt vajon hogy hozta létre. Tudjuk, hogy most a civil szerveződések hogy épülnek, szakmai alapítványok hogy épülnek, az önkéntességnek van egyfajta kultúrája, küzdünk azzal, hogy bevonjuk az embereket a szándékaink alá, mellé, hogy támogassanak bennünket. Akkoriban kik voltak a munkatársai, kik voltak azok, akik ezeket a nagy terveket, nagy gondolatokat a praktikus életben apró pénzre váltották, és létrehozták az intézményeket, a működéseket, az eseményeket, a csoportokat, stb. Tehát értél még. Kiváló embereket sikerült megszereznie, Pete Ferencet, Nagyváti Jánost, és olyan tudósokat, akikkel találkozott élete során, sikerült meghívni a keszthelyre, tanárnak, gazdasági vezetőnek, és az sem véletlen azért, hogy ő Bécsben Széchenyi Ferenccel együtt hát a maszonériának is tagja lett, tehát szabadkőműves lett tulajdonképpen, és hát ezekre az ünnepségekre azért a szabadkőművesek, a szabadkőműves testvérei is eljöttek, nagyon nagy mértékben, de ami még érdekes volt a helikonokon, hogy magyar, német és latin nyelven lehetett verseket szavalni, írni és szavalni, aztán később ezzel az előbb említett Perger Ferencer kinyomtatta az első helikonon elhangzott verseket, de a latinokat és a németeket nem, kizárólagosan a magyar nyelven írt, mondott, írt és mondott verseket. És azok, akik itt megjelentek, meg akik hallgatták ezeket, nekik ez jó volt, természetes volt, vagy inkább felépítendő volt, hogy ők magyarul hallgatnak irodalmi műveket, magyarul beszélnek? Az írók, akik itt megjelentek, ők magyarul írtak. Természetesen kiválóan beszéltek németül, mint például a Dukay Takács Judit, és ő német verseket is ír, de nagyon keveset. Nagyon keveset. Ők a magyar irodalom jelesei voltak, a magyar irodalom részesei voltak, tehát nem hívott ide mondjuk Európa, pedig megtehette volna, Európa más országából is idegen nyelven verselő költőket, ő magyarokat szeretett volna itt látni. Nem véletlenül írta Berzsenyi Dániel, hogy én Keszthelyben egy magyar Weimartó hajtok látni. És hát íme Festetics megfogadta, és ha talán nem is weimári magasságokra, de nekünk azért ez egy valódi keszthelyi Weimar lett. Volt egy ilyen nagy jó téteménye, hogy kiválasztott 3 tehetséges magyar diákot, és azt mondta, hogy finanszírozza, hogy Bécsben, egy műszaki iskolában hadi tudományokat tanuljanak. Tehát, minthogyha egész életében billegett volna a békés építkezés és a hadviselés között, vagy érezte, hogy erre azért szükség van, és hogy kellenek jó szakemberek, és miért pont Bécsben, amikor pont velük volt konfliktusa? Ugye Bécsben valóban konfliktusa volt, azért azt nem szabad elfelejteni, hogy az egész család azért császárpárti volt. Annak ellenére, hogy voltak gondok végül is az udvar, és hát elsősorban, és talán egyedül Festetics Györggyel, az udvarnak voltak gondjai, de az is igaz, hogy Bécsben akkor egy kiváló hadiiskola működött, nem csak Bécsbe küldött diákokat, hadi tudományokat tanulni, hanem például ugye rengeteg erdeje volt, és erdészeket is, 2 erdész fiatalt kiküldött külföldre, hogy nézzék meg, milyen ott az erdőgazdálkodás, és jöjjenek vissza, és javítsák fel az ő erdeit. Tehát ez egy nagyon fontos dolog volt. Hát a hadsereg, ugye akkor
végülis ugye Ausztria és Magyarország tartotta fenn a hadsereget. Ugye Magyarország nagyon sok katonát adott ehhez a hadsereghez, és ezért szerette volna, hogy a magyarok azért magyarnak érezhessék magukat a hadseregben. Annak ellenére, hogy ez egy közös hadsereg volt. Vannak ma élő festeticsek szerte a világban, egész fiatalok is, fiatal felnőttek. Az ő festetics mi voltuk, az ő nemesi származásuk a mai világban, a 21. században hova kerül, hogy érvényesül? Valóban sokan vannak, és itt a környéken is már eleve két ágat tudunk megkülönböztetni. Az egyik a keszthelyi ág, a másik pedig a dégi ág. Ott is van egy nagyon szép festetics kastély. Valóban Bécsben él, tehát a keszthelyi ág leszármazottai Bécsben élnek. Az úgynevezett kisherceg, úgynevezték kisherceg, aki 4 éves korában édesanyjával együtt 44-ben elmenekült. Ők még úgy mentek el, hogy azt hitték, hogy visszajönnek a háború után, de hát erre már lehetőség nem volt. Nevezték kishercegnek? Azért, mert aranyos volt, pici volt, és volt a nagyherceg, az öreg, az édesapja, és hát egy aranyszőke, göndörhajú kis gyermek volt, és mindenki nagyon-nagyon szerette Keszthelyen, amikor kis póni húzta kis hintajában, picike hintajában megjelent a főutcán, hát akkor mindenki csodálta, megállt, mosolygott. Hát egy tündéri kis gyermek volt. Ő ugye Bécsbe kerültek, és bankár lett. Közgazdász bankár lett. Két gyermeke van. Milyen érdekes, hogy a hagyományt vitték. Az egyik az idősebb Tasziló, a másik pedig György. Tehát ő lett az 5. György. Teljesen hogyan lehetne nagyon könnyen meghatározni? 100%-os úri emberek. Azt hiszem ebben mindent. Így mindent elmondtam. Mit jelent ez ma a 21. században, hogy valaki nemesi származásából fakadóan 100%-os úri ember? Megkérdezték tőle, hogy hogyan nevezzék? Herceg úrnak, doktor úrnak, vagy festetics úrnak. Szóval nézze, bárhogy nevezhetnek, itt ugyan nincsenek címek már Magyarországon, ugye 1848-ban megszűntek, itt nem igazán használatosak. Természetesen külföldön, ha a rokonsághoz Monakóba megyek, akár Monakóban, akár Ausztriában, ott herceg úrnak szólítanak. Végtelenül szimpatikus, nagyon képzett, nagyon világos gondolatokkal megáldott emberről van szó. Nagyon érdekes, ahogy a történelmi korok változásával és a történelmi korokon átívelő rendszerváltozások következtében ezek az identitások, hogy valaki nemesi származású, teljesen más értelmet nyer. Ez hogy van benne egy-egy családnak az identitásában, hogy ők valaha grófok voltak, vagy ők most is grófok, és aki egyszer gróf, az ezt soha nem veszíti el? Hát ő tulajdonképpen rang szerint grófok, de ők nem igazán éreztetik senkivel. Talán ez éppen abból is adódik, Festerics György esetében, az idősvel, tehát a 4. Festerics György esetében, hogy őt az édesanyja engedte, hogy a cseréd gyerekekkel játszan. Tehát nem volt egy elefántcsont toronyban elzárva, hanem a cseréd gyerekekkel játszott. Ha születésnapja volt, akkor meghívták a cseréd gyerekeket, például egy uzsonnára. Tehát ő az emberek közt, hogy úgy mondjam, rendkívül jól közlekedett, beszélgetett velük. Ez is meghatározó volt minden kétséget kizáróan az ő életében, és hogy maradtak-e, nagyon sokáig itt élt Keszthelyen, illetve Balaton Györökön, Széchenyi Zsigmond, gróf Széchenyi Zsigmond a vadász, író, és egyszer egy keszthelyi barátja megkérdezte tőle, mondd Zsiga, te hát miért nem mentél ki 45-ben? Azt mondja erre, tudod, a Zsiga ment volna, de a Széchenyi nem engedte. Igen, hát ezt értem, ezt a hozzáállást. Viszont azt mondja, hogy nem érzékeltették a környezetükkel ezt a származást, de az embernek nagyon fontos az identitása, a belső tartása, az, hogy én oda tartozom, hogy én az vagyok. Tehát, hogy ez kicsit több, mint egy olyan cím, ami az idők során el tud tűnni. Igen, azt, hogy ők az európai arisztokráciához tartoznak, ők ott kiválóan tudják.
de ezt a nem arisztokratákkal soha nem éreztetik. Ő, szóval ez egy, ehhez is fel kell nőni. Én úgy gondolom, generációkon keresztül, persze a festeti család sem volt mindig ilyen nyílt, mert például a nagypapa, ő egy eléggé emberkerülő volt taszíló, az öreg taszíló, ahogy itt nevezni szokták ezt helyen, szóval ő hozzá nem lehetett csak úgy bemenni, hát hogy külön, az egy külön udvartartás volt, az egy külön protokoll volt, ha egyáltalán valaki megengedte, hogy valaki beszéljen vele. Beszéltünk arról, hogy milyen sok mindent megvalósított itt Keszthelyen Festetics György. Voltak ellenlábasai, voltak ellenségei, akik megpróbáltak kerékkötő módon vagy akadályozó módon fellépni az ő törekvéseivel szemben? Igazán nem voltak. Voltak, hát akik nem szimpatizáltak vele. Azt tudni kell, hogy Festetics úgy tudott adományozni a művelődésnek, a kultúra, az iskoláknak, a nevelés ügynek, hogy beszedte az adókat. És ez nem, és ez igen. A járó, ami járt neki adó, azt keményen beszedte. Nem véletlenül, hogy például füstpénzt is szedett annak idején, és ugye mikor égett az uradalmi kocsma a mostani sétáló utcában, a főutcán, akkor szaladt az intéző, és az ott bámészkodó embereknek azt mondta, hogy hát látjátok, hogy ég a kocsmát, miért nem oltjátok? Fizetünk elég füstpénzt a Festeticsnek, olcsa maga. Tehát ezek voltak azok az ellentétek, de ezek azért az ő eredményeit, amit meg akart valósítani, és amit megvalósított, azt egyáltalán nem befolyásolták. Átlag emberként az ember úgy gondolja, hogy ha van egy arisztokrata, aki meg akar nagy dolgokat valósítani, annak van sok pénze, amiből, hogyha tehetséges, ha hűséges, ha nem tudom, művelt, akkor meg tudja ezeket valósítani. De végül is ezek a pénzek azért esendő dolgok, a vagyonok, esendő dolgok. Ő például hogy volt a vagyonnal? Szóval ahhoz kellett tehetség, hogy jól kezelje a vagyonát, hogy aztán abból mindenféle egyéb is megvalósulhasson. Nagyon ügyes volt ezen a területen, rendkívül ügyes. Ugye egy rendkívül lerobbant gazdaságot kapott, és ahogy említettem, anyagi gondjai is voltak, és amikor meghalt, akkor egy virágzó gazdaságot hagyott a fiára. Hát akinek sikerült azért eltapsolni ebből elég sokat, úgyhogy zárgondnokság alá is került. Tehát ehhez külön tehetség, ész, és külön olyan segítők kellenek, akik őt ebben támogatni tudták, támogatni akarták, és támogatták is. Csébi Géza, nagyon szépen köszönöm, hogy itt volt, és hogy beszélgethettünk Festetics Györgyről. Köszönöm szépen.